ezek szőcshímzések, amik itt láthatóak az asztalon is, és ezeket ugye eredetileg bőrre hímezték, tehát viseleti darabokon voltak ezek rajta. És hát ugye már a 70-es évektől kezdve a hímzők azok elkezdték rámenteni textilekre a mintákat, hogy fennmaradjanak, mert ugye ilyen ködmönöket már nem veszünk föl, nem is nagyon lehet ilyen alapanyagokat venni. Így viszont meg tudtuk őrizni ezeket a mintákat. Úgyhogy ez látható itt most, és a hímezni is ezt hímzem, és ezt mutatjuk itt be a látogatóknak. Mindjárt rátérünk erre a munkára, ez nem egyszerű. Egyébként milyen tájegység van, milyen jellegű a népviselet a minta? Ezek Békés megyei hímzések, szűcshímzések, és ugye különböző szűcsközpontok voltak, és minden szűcsközpontnál jellemző minták voltak. Egyébként a minták nagyon hasonlóak a különböző szűcsközpontokban, de mindegyiknek van jellegzetessége. Például itt a Tóth Komlósi látható, és ez egy nagyon-nagyon aprólékos minták, nagyon pici minták jelennek meg, nagyon sűrűn díszintett minták, és aztán például vannak olyan hímzések, ahol szűcshímzések, ahol mondjuk bőrrátéteket használtak. Itt ez most lapos öltéssel van a bőrrátét is imitálva végül is, és hát itt is a lapos öltést is egyébként ugye használták ezeken a szűcs munkákon. De hát mondjuk ugye volt szűcsközpont Békésen is, vagy Szarvason. Szarvason például inkább ilyen lilásabb színeket használtak, lilás feketés, tehát nem nagyon lehetett ilyen tarkább hímzéseket vagy színeket használni, hanem inkább a visszafogottabbak voltak a jellemzőek. Nekem egy fantasztikusnak tűnik, hát még a szem is olyannak kell legyen, hogy ez sikerüljön. Ez egy nagyon nehéz munka, aprólékos, kicsit mesél arról, hogy hogyan történik a kirajzolás és utána a munka. Igen, hát ugye a kirajzolás az úgy, és az egész folyamat az úgy kezdődik, hogy tanulmányozni kell ezeket a mintákat, meg kell ismerni a motívumokat, a mintaelrendezést, és amikor már ezt tudjuk, hogy ezek hogyan alakultak ezek a minták, akkor kezdődhet egy új munkának a megtervezése. Tehát ki kell találni, hogy milyen funkciójú tárgyat szeretnénk csinálni, és amikor ezt kitaláltuk, akkor arra a felületre rá kell tervezni a mintát. De ugye nagyon fontos, hogy ne csak egy-egy elemet kivegyünk, és valahogy rádobáljuk mondjuk a textíliára, hanem ugye annak megfelelően, ahogyan megtanultuk a mintaelrendezést, az eredeti tárgyakon is, ahogyan ez jellemző, úgy tegyük rá az új felületre is a mintát. És ugye amikor ez megvan, ezért ugye meg kell rajzolni, ez elég sokáig tart egyébként, tehát még a tapasztaltabbaknak is, tehát ez egy tervezési folyamat, akkor rá kell tenni ugye a textíliára. Először is egy sablont készítünk, ami gyakorlatilag ugye pauszpapír, és az ki van lyukasztva. Arra kerül egy festékréteg, és ugye alá tesszük legalulra a textilt, és a lyukakon átfolyik a festék, és így rákerül itt ugye a minta, hogy itt is lehet ezt látni. És ezt a mintát tudjuk utána kihímezni. A Békés megyei Népművészeti Egyesület mellett működik egy kézműves szakiskola is, és ott lehet hímzést, gépi kézi hímzést tanulni. Egyébként ez OK és végzettséget is ad, tehát hogy papírt lehet róla kapni. Ott a legjellemzőbb tájegységeket veszik végig a hallgatók. Tehát nem csak a szűcshímzések jönnek elő, hanem tényleg az ország, illetve a Kárpát-medence minden részről, tehát akár erdélyi hímzéseket is lehet, felvidéki hímzéseket is tanulni ott. Tehát ott ugye a technikát is megtanítják, tehát az öltéseket, és néprajzi hátteret is adnak. Igazából a tervezés az, amit aztán pluszban kell tanulni, tehát az már egy külön gyakorlatilag szakma, vagy külön tehetség kell hozzá, hogy utána valaki ebből tervezni. És vannak a fiatalok között? Van utánpótlás, aki ezt szeretne? Vannak. Minden csoportban azért szoktak fiatalabbak lenni, inkább a középkorosztály, aki idejön, de én a személyes tapasztalatom az, hogy a fiatalok is egyre inkább érdeklődnek. Tehát ez a téma érdekli őket, mert hogy gyakorlatilag az egyedi dolgokat szeretik, és a kézműves munka az egyedi, tehát szeretnek a tömegből kitűnni. Ugye bemegyünk egy boltba, és ott rengeteg
például ruhát árulnak, amit mások is megvehetnek, viszont hogyha egy ilyen hímzés van egy szépen tervezett ruhán, akkor azt szeretik felvenni. Tehát egyre inkább érdekli őket. Meg hát ugye amikor mennek például külföldre ösztöndíjakkal, akkor ott meg kell mutatni, hogy milyen országból jöttem én, és ez a legegyszerűbb módja, hogy mondjuk fölvesz egy olyan ruhát, vagy visz egy olyan, nem tudom, táskát, amin van egy szépen tervezett minta, ami a saját hagyományából jön, tehát nyilván az ételek elkészítése mellett ez az, ami tárgyiasult és könnyen megmutatható, tehát szerintem egyre nagyobb sikere lesz ennek, és jövője. A tárgyakra, ez gyönyörű terítőkre, ruhákra van igény, tehát hogy vásárolják, viszik, nézik. Hát igen, most ezeket a terítőket hoztuk ide, mert hogy ezek most itt ugye nagyon látványosak, itt be akarjuk mutatni a mintákat. Alapvetően itt ugye nagyon sok minden látszik, de most már a kézművesek, a hímzők inkább arra törekednek, hogy terítőkön kívül más jellegű tárgyakat is készítsenek, ami ugye valóban használható akár a lakáskultúrában, akár az öltözködésben.